Szeretettel köszöntöm a stúdióban Rigl Lajos országgyűlési képviselőt, a Népületi Bizottság alelnökét, és lényeg az, hogy egészségügyi területen kvázi házi szakértőnk, és most se húznám nagyon az időt, hanem kezdjük a közepén. Tegnapi hírek szerint formálódik az ellenzéki kormányprogram, és van rá remény, hogy még az idén elkészül, de lehet, hogy kicsit később. Gondolom az egészségügy, mint olyan, és azért is vagyunk itt, hangsúlyos szerepet kap majd ebben a programban. Önnek milyen szerepe lesz ebben, vagy tud-e valamilyen információval szolgálni, mondjuk ebből a térségből? Nyilván tud, de hogy nyilván figyelembe veszik-e majd? Üdvözlöm az Alka Televízió nézőit. Azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évben szerintem minden egyes kormányzati ciklusnak a mostoha gyermeke az egészségügy volt, és sajnos annak isszuk most a levét. Ezen a mostoha gyermek státuszon próbálok én változtatni 2022 után, hogyha az ellenzéki összefogás nyer. Szóval milyen szerepem van, annyit előzetesben árulhatok, hogy másfél hónappal ezelőtt Komáromi Zoltán keresett meg telefonon keresztül, hogy írják össze megyénként azokat az ellátási formákat, azokat a súlypontokat, súlyponti kórházakat, kórháztípusokat, ellátási típusokat, ami az adott megyére jellemző és kivitelezhető lenne, és ebbe kérték a segítséget, hogy milyen elképzeléseink vannak. Tehát itt. Ez már nem a jelent, hanem egy jövőképet. Ez jelent. Így van, hogy milyen elképzeléseink vannak 22 után, hogy akár választókerületi szinten, vagy hogyha bővebben kell gondolkodnunk, megyei szinten a betegellátást, hogy szeretnénk. Erre össze fog ülni egy platform, ahol volt egészségügyi miniszter, volt kórházigazgató, illetve egészségügyi szakemberek fognak részt venni. Azt le kell szögezzük, hogy egységesen egy ország egészségügyi ellátását nem lehet megszervezni, hogy mindenhol ugyanúgy legyen és ugyanolyan legyen. Itt figyelembe kell venni a humán erőforrást, figyelembe kell venni a kórházi ellátási típusokat, figyelembe kell venni az, hogy megyén belül hány és milyen típusú kórházak vannak, figyelembe kell venni az országos mentőszolgálat kapacitását, figyelembe kell venni az itt élő emberek egészségi állapotát, és a földrajzi viszonyok a legfontosabbak, hogy így van, hogy mennyi időn belül tudjuk elérni az aktuális kórházat egy megbetegedése. Tehát ez... Veszprém megye azt gondolom, hogy egy nagyon jó helyzetben van, mert van... Minden van. Ezt az öt dolgot kell nekünk úgy összehozni, hogy egy nagyon profi egészségügyi ellátó szint jöjjön létre. Szerintem mintázhatnánk mondjuk Ausztriáról, Németországról, csak egy dologba kell még akkor felvennünk velük a versenyt, az egészségügyi dolgozóknak a fizetés. Bérét. Igen. Hát akkor most csapjunk a konkrétumok közepébe. Ugye a legfrissebb hír az, bár már nem friss, csak most jutott el a nagy közönséghez, hogy a Ajkai Kórházban a CT, amit olyan 4 éve adtak át, meghibásodott, és elvileg javítás alatt áll, vagy van remény arra, hogy előbb-utóbb újra használatba veszik? A információim szerint a közbeszerzést azt megcsinálták. A közbeszerzési összegről szóló dokumentumokat a megyei főigazgatóhoz eljutatták. Most ott vagy valamelyik fiókban van, vagy még gondolkodnak, hogy most mit csináljanak, hogy javítás. Még ki sem írták a közbeszerzést? Döntés előtt, vagy egy új gépnek a beszerzése. Na most ezzel a... Mennyi egy ilyen gép élettartama? Hát attól függ, ugye mennyit használjuk, hogyha hetente... Tehát mondom, üzemórákban számítható. Hogy most azért láthatjuk azt, hogy a kihasználtsága jóval magasabb volt, mint amennyi funkciót ő elbírt volna. Ezért mondtam mindig azt, hogy Tapolcán kár volt megszüntetni a sebészetet, belgyógyászatot és azt a sürgősségi fogadópontot is. Ami némi terhet levett volna. Így van. Oda is egy CT-t kellett volna telepíteni, ami már szerintem 2014-ben az álma volt az önkormányzatnak, és segítséget is nyújtott volna a kórháznak. És ez levette volna a terhet az Ajkai Kórházról. A funkciója se romlott volna, hiszen ennyi felvételt nem kellett volna csinálni, megoszlott volna, az élettartama is nőtt volna, a kihasználtság meg bőven, hogy jobb lett volna szerintem. Most az ember néz 20 éves osztrák filmsorozatokat, és abban a CT vizsgálat olyan hétköznapi dolognak tűnik egy kis alpesi faluban is, egy kórházban, egy kis regionális kórházban, és akkor itt meg azt mondjuk, hogy hát ez egy fantasztikus dolog, ez örüljünk, hogy van egy-két helyen. Jó, most már sok van az országban, de hát ha működne, akkor még jobb lenne. Igen, és most képzeljük el a Veszprémi Kórháznak a terhét, amikor Ajka is vonzás körzetéből, Tapolc és vonzás körzetéből odavizik a sürgősségi eseteket CT vizsgálatra. És nem beszélünk azokról az esetekről,
akik kontrollvizsgálatra mennének, mondjuk egy tumor nyomon követés, tovább követés, betegség. Ami nagyon tovább fontos követ, dolog. Így van. Tehát az a beteg, aki megkapja mondjuk november 3-ára az időpontot az ajkai CT-be, most kapott valószínűleg egy telefont, hogy sajnos nem fog tudni menni, kérjen Veszprémbe egy újabb CT időpontot, ott megmondják neki, hogy jövő év februárjára tudják biztosítani. Igen, hallottuk a televízióban is, hogy ajkai beutalóval nem tudnak Veszprémben beteget fogadni, oda egy új időpontot. Akkor marad egyetlen egy megoldása a betegnek, hogy elmegy egy magán egészségügyi szolgáltatóhoz, ahol körülbelül 25-30 ezer forintért meg tudja csináltatni pár napon belül. Most, hogyha ő életet, amíg dolgozott, fizette rendesen a társadalombiztosítási hozzájárulás járulékokat, akkor miért kell ő neki egészségügyi, magánegészségügyi ellátást igénybe vennie? Tehát felmerülhet a kérdés. Akkor ott van még egy, hogy tehát ahhoz, hogy diagnózist állítsunk fel, ahhoz jól működő gépekre van nekünk szükségünk. Gépek nélkül diagnózist nem fogunk tudni felállítani. Ahhoz, hogy diagnózist állítsunk fel, kell megfelelő szakember, aki ezeket a gépeket üzemelteti. Ahhoz, hogy megfelelő diagnózis legyen, azokat a felvételeket szakembereknek ki is kell értékelni, és időbe ki kell értékelni, hogy az aktuális orvos, aki akár operálná, vagy kezelné a beteget, az fel tudja állítani azt a terápiát, ami az ő gyógyulásához szükséges. Most azt elmondhatjuk és kijelenthetjük, hogy sajnos ez a folyamat abban megállt, és teljes mértékig csődbe ment, hogy itt ajkán ugye ez a lehetőség, ez elúszott a várólista, a képeljáró diagnosztikára, tudjuk, hogy mikor lesz újra. Nem tudni semmit, és ez a legszörnyűbb, hogy ezt is betegektől kell megtudnia, akár a politikának, akár egy másik betegnek, a közvéleménynek, tévének, újságnak, hiszen azért vannak a kórházvezetők, azért van a kórházmenedzsment, szerintem azért van egy Facebook profilja is, hogy az aktuális híreket, legyen az akár jó, vagy akár rossz, teljesen mindegy, mert a jó és a rossz hír is a betegek érdekeit szolgálja, azokat közöljék a betegeknek. Most ismer a kórház mentalitását, tehát van némi tapasztalatomról, nem tudom feltételezni, hogy kiáll a kórház főigazgatója közvélemény elé, és azt mondja, hogy emberek, baj van, elromlott a CT. Pedig mennyivel egyszerűbb lenne. Pedig mennyivel egyszerűen és mennyivel több támadástól megmenekülhetne, hiszen ő gondolom nem tehet róla, viszont ha látja az ember, a beteg, hogy mindent megtesz azért, hogy újra működőképes legyen ez a fontos berendezés, akkor talán nem annyira elkeseredettek az emberek. A kommunikáció hiányba szenvednek az emberek, hogyha visszagondolunk, egy hónappal ezelőtt ültem itt ebbe a stúdióba, és akkor talán betegszámokról kérdezett, és én is kérdeztem a kórház menedzsmentet, hogy hány olyan beteg van, akit tapolca vonzás körzetéből beszállítottak ajkára, majd egy 24 órán belül hazengedtek. Mit mondtam el itt a stúdióban? Sajnos semmiféle választ nem kaptam. Ugye a levél elment, de nem kapott választ, illetve átirányították az országos főigazgatóhoz, holott illetékes lenne a megyei főigazgató is, mondjuk a kérdés megválaszolása. Akkor is kijelentettük azt a tényt, hogy ez belügyminisztériumi szálak mozgatják ezt az egészet, és teljes kommunikációs hírzárlat van mindenféle téren. Ugyanúgy, ahogy a beteg létszám terén, ugyanúgy kommunikációs hírzárlat van, hogyha egy diagnosztikus eszköz bedöglik. Ugyanúgy hírzárlat van szerintem a megyei főigazgatónál is, mert az országos főigazgató nem fogja engedni nyilatkoztatni. Ugyanúgy hírzárlat van arról is, hogy az egészségügyi dolgozóknak a bére ugye változatlan, minden kormányzati kommunikációs csatorna ezt kommunikálja, holott nem igaz, maga az alapbére változatlan maradt március 1-e után, viszont a pótlékokat nagyon sok kórház, én azt gondolom, hogy jogszabályellenesen és felháborító módon megvonja a pótlékokat, csökkenti a pótlékokat, vannak olyan pótlékok, amelyeket meg is szüntetett dolgozóknál, azoknál a dolgozóknál, akiket felmagasztaltak és dicsőítettek, és hozzáteszem, mindezt joggal tették, akik a COVID ellátás idején, COVID beteg ellátás közben és nap 24 órájában ott voltak. Igen, a fronton. Most volt az emlékünnepség a Magyar Imre kórházban, ugye a névadó emlékére, és én csupa elégedett arcokat láttam, és hullottak a kitüntetések, az oklevelek, de akkor ez csak a felszín volt. Hát Rákosi Mátyásnak az ünnepségein látott. Jó, nem tapsoltak ütemesen, de még az is eljöhet, ugye? Így van. Ha már a műszereknél tartunk, akkor egy pár héttel ezelőtti információ az, hogy a mamográf még mindig nem üzemel, nyilván szakszemélyzet vagy pénz hiány.
Ez ügyben van-e valamilyen fejlemény, vagy várható-e? És is ugye részben igaza van, részben nem. Tehát üzemel diagnosztikus célzattal lehet csinálni mammográfos felvételeket, viszont ami a legfontosabb lenne, a szűrés ugye az a prevenció, a megelőzésnek a része, ehhez ugye kell egy NEAK befogadó nyilatkozat, kell hozzá olyan orvos, aki állandóan üzemelteti, állandóan tudja értékelni ezeket a leleteket, és plusz finanszírozás kell hozzá. Így még az ajkai és ajka környéki betegeknek még Veszprémbe kell mammográfiai szűrővizsgálatra menni, és mivel ők ugye ezt ott veszik igénybe, plusz a veszprémi és a Veszprém környéki, Tapolca és Tapolca környéki betegek, tehát a várakozási lista itt is elérheti a 3-4 hónapot. És minden tiszteltem azok ki, akik ennek ilyen nehéz körülmények közepette persze megpróbálnak valamit kitalálni, de hát felvonulással nem lehet betegséget gyógyítani, ez nagyon középkori. Mondom, elnézést a hasonlatért, de igazából más megoldás kellene, bár a figyelmet föl lehet hívni, vagy rá lehet irányítani erre a betegségfajta, nevezetesen a mellrákra. Nos, nemrégiben itt ült Fülöp Zoltán, a Fidesz ajkai városi elnöke, illetve önkormányzati képviselő, frakcióvezető helyettes, és miután ugyanezeket a kérdéseket föltettem neki, az interjú után engem ködös, azzal vádoltak, hogy hagytam ködösíteni Fülöp Zoltán. Tehát ő picit, mintha más vágányra terelte volna a dolgokat, megkérdezte a mammográfra is, megkérdezte az ajkai kórház jövőjét illetően is. Tehát, hogy ugye hallani olyan hangokat, hogy jövő év közepétől már lehet, hogy átszervezik az ajkai kórházat, és elfekvő vagy krónikus kórházzá alakul. Ő azt mondta, hogy erről szó sincs. Lehet ezt így kategórikusan kijelenteni? Már ha nem lesz kormányváltás. Először is engedje meg Fülöp Zoltán, hogy gratuláljak neki a kinevezéséhez, hogyha jól tudom, ő lett a helyi Fidesznek az elnöke. Jó munkát kívánok neki. Az, hogy mi lehetséges, vagy mi lehetetlen, egy nagyon egyszerű példát fogok felhozni. 2010-ben senki nem gondolta volna azt, hogy a Tapolcai Kórháznak a két legjobban működő osztálya, sebészet és a belgyógyászat valaha is bezár. Bezáratják úgy, hogy jóval több belgyógyász dolgozott a Tapolcai belgyógyászaton, mint az ajkai kórházban. Bezárták a sebészetet úgy, hogy több sebész dolgozott, mint mondjuk az ajkai kórházban. Műtéti számban is hasonló, arányaiban hasonló műtéti számokat oldottunk meg mindig ajkán, csak lehet, hogy nem olyan típusú műtéteket. Az, hogy mit hoz a jövő, azt nem lehet tudni, hiszen ők se gondolták volna még azt szerintem 2021. januárjában, hogy itt feláll egy újfajta főigazgatóság, és majd a teljes gazdasági apparátust egy nagy kis gömbözbe fogja tömöríteni. De és most az a legutóbbi napok fejleménye, a vidéki kórházak a gazdasági függetlenségüket elveszítik, gyakorlatilag felszámolják a gazdasági vezetést. Az viszont már látható, és ezt egy barátom le is írta, ő befeküdt ide egy traumatológiai biceps ruptúra miatt egy traumatológiai műtétre, majd a műtét reggelén mondták neki, hogy sajnos nem tudják megoperálni, mert hogy nincs anesztes asszisztens, nincs műtősnő, ezért ezt rá is írták természetesen a zárójelentésére. A műtéte nem sürgős, ezért elküldték. Halasztható műtét. Igen, elküldték haza, de még időpontot sem tudtak neki adni, hogy mikor tudják megoperálni. Majd az orvos, aki meglátogatta őt a szobájába, és közölte vele ezeket a tényeket, akkor ő azt mondta, hogy azt se tudja, hogy mi lesz magának a traumatológia osztálynak a jövője. Ugye az már látható, hogy a jelenlegi kormányzat, egészségügyi kormányzatnak a fő célja az, hogy 2021 vagy 22 januárjától egy újfajta struktúrát vezessen be, főleg a műtétek terén, ahol megyei kórház szinten lenne csak ügyeleti ellátás, az összes többi megyében lévő kórház csak nappali műtéteket, tehát reggel 8-tól délután 4-ig lehetne műtéteket végezni, majd az országos mentőszolgálat délután 4-től a megyei kórházba vinni az akut eseteket. Ezt említett a múltkor, hogy a Józsi bácsának bevérzik mondjuk a vakbél műtét helye, akkor káosz lesz. Ez még 4 senki... óra után be kell vinni Veszprémbe akárhonnan. Ez egy nyugati modell egyébként még működhetne is, hogyha meg lenne, látnánk már azokat a sarokpontokat, vagy hogy nem is politikusok látnánk, hanem a szakemberek látnánk, hogy ez teljes mértékig hogy fog működni. Az ajkán dolgozó orvosokat át fogják majd vezényelni, és ott lesz telephelyük Veszprémben, ott fogják az ügyeleti órájukat kitölteni. Itt a sebészeten, traumatológián marad-e ügyeletes orvos, hiszen frissen műtött betegek vannak. Ugyanúgy beszélhetnék mondjuk a nőgyógyászatról. De hát
most Veszprém megyéről beszélünk, tegnapi friss hír, zalaegerszegi nőgyógyászaton 5 szakorvos maradt. Azon a nőgyógyászati és szülészeti osztályon, ahol ezelőtt még 7 évvel ezelőtt 17 orvos dolgozott. Tehát a tendencia aggasztó. Igen, nagyon. Most ez nyilván belejátszik az orvoshiány is, meg egyéb tényezők, egyéb egészségügyi ellátó személyzet hiánya, de ilyen kásahegyet látva milyen távra prognosztizálja a kiutat? Tehát ha mondjuk sikerül-e ácstartolni, ha esetleg kormányváltás lesz, van-e megfelelő forrás ehhez? Szándék nyilván van. Ugye az, hogy van-e megfelelő forrás, azt akkor fogjuk meglátni, hogyha 2022 után az közös ellenzék az nyerni fog, és meglátjuk azt a költségvetést, amit hagytak ránk. Mert mi lehet, hogy papíron és kommunikációban tele van a kassa, majd azzal a ténnyel szembesülünk 2022 után, hogy az a tele az nem hogy tele, még üresnek sem jó. Hogyha valamennyi marad, az biztos nagyon sok olyan cél van, amit el kell érni, nagyon sok olyan cél van, amit el lehet érni. A kérdés az, hogy mekkora pénzösszeg marad a célok eléréséhez, nekünk ahhoz kell igazodnunk. Egy biztos, hogy a jelenlegi egészségügyi rendszer ez nem jó. Ezt már bizonyították mindenféle téren. Nem jó azért, mert a beteg nagyon későn kerül műtőasztalra, nagyon későn kerül diagnosztikai eljárás alá, nagyon későn kerül be szakorvoshoz. Hát jönnek elő konkrét számok, hogy hány embert nem láttak el a pandémia miatt, és nem csak a pandémia miatt, hanem azért, mert egészségügyi kapacitás hiányok voltak, várólisták növekszenek. Nem tudom, ki szeretne 2-3 évig várni csípőprotézisre például, hogy addig mi lesz, de hát ilyen időpontokat kapnak. Sajnos ismerősi körömből is van nagyon sok, aki csípőműtétre vár, és nem bírták már kivárni a 2024 februárt, és a család egy része hitelt vett fel, a másik része pedig beleadott ebbe az összegbe, és kifizették azt a közel 1.300.000 forintot, ami egy oldali csípőműtéthez szükséges egy magánklinikán, ahol 2 héten belül megoperálták. Na most, ha belegondolunk, és mindenkinek az ismerősi körébe, aki most nézi a tévét, biztos, hogy van egy olyan beteg, aki a magánegészségügyi ellátó szektort az elmúlt egy évben valamilyen szinten igénybe vette, vagy laborvizsgálat, vagy kardiológia, belgyógyászat, bőrgyógyászat, diabetológia, szemészet, urológia, sorolhatnám. És ha összeadjuk ezeket az embereket, akkor mi jut eszünk be? Az jut eszünk be, hogy a kormány szerintem most már tudatosan a magánegészségügyi szektor felé tereli az embereket, és veszi le a terhet az állami egészségügyi ellátórendszerről. Most ezt nem lehet úgy csinálni, hogy ugyanakkor olyan szerződéseket kössön az magánszektorral, amiben végül is a TB terhére lehetne ezeket a dolgokat megoldani, és nem saját zsebből finanszírozni, ha már az ember befizette, ugye megoldás lehetne ez például? Hát, ja, most ez alatt a 15 másodperc alatt, amit ön most elmondott, sokkal értelmesebb dolgokat mondott el, mint Rétvári Bence a válaszába. Nem nagy. Hiszen ez lenne a megoldás, hogyha az államnak nincs elég kapacitása, akkor igénybe lehet venni a magánegészségügyi ellátórendszert úgy, hogy az állam fizesse ki azt a különbséget, ami a bekerülési költsége a betegvizsgálatnak. Ez mindenkinek jó a magánegészségügyi ellátórendszernek, ez jó a betegnek és jó az államnak is. És ez nem ördögtől való, hiszen ma Magyarországon van olyan egészségügyi intézmény, ami traumatológia ellátást biztosít, állami finanszírozással. Egyetlen egy dolgot kell fizetni a betegnek, az a hotel költség, a benfekvési költsége, ez napi 25-30 000 forintba kerül. Jó a betegnek, mert időbe műtőasztalra kerül, még egyszer jó a betegre, mert nagyon profi személyzet operálja meg. Jó az államnak, mert leveszi a terhet az államválláról, hozzátartozóknak meg még jobb. Igen. Hát akkor ez a pozitív kicsengéssel függesszük föl most a beszélgetésünket. Jó szeretettel visszavárjuk a stúdióba, amennyiben lesznek új fejlemények. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Megtisztelő volt.